Megérkezett a vendégem, köszöntöm Juhász Norbert Pingvint, szia! Sziasztok! A legelső emlékem így a rockzenéről, az szintén Fatárhoz köthető, Halloween-t hallgatott otthon is, és pontosabban az Eagle Fly Free-t, nem akarok nagyot mondani, de én is tagja lehetek egy ilyen rockszférának, hál' az Istennek. Van egy másik youtuber, aki mint mentalitásba és hozzáállásba rengeteget jelent nekem. Ő neki semmi köze a rockzenéhez, de Zsozi atyáról van szó egyébként. Nagyon nehéz újat mutatni. Én most úgy érzem, hogy talán rákaptam valamire, amit én szeretnék folytatni, és meglátjuk, hogy alakul a dolog. Rammsteint említetted, az egyik kulcsmondat. Azt nem mondod, hogy minden adásban szerepel, de azért gyakran találkozhatunk vele. Mi az, ami foglalkoztat, vagy amit tervezel akár a backstage-en belül, ami tényleg egy ilyen rágyellemző, amit más nem csinál? Én próbálom azt átadni a nézőimnek, hogyha nevezhetem így, amit én szeretek, amit én szeretnék, hogyha más megértene. Uh-huh. És itt például nevezhetjük rajongásnak, de Till Lindemann iránti rajongásomat szeretném igazából megértetni másokkal, és nem az, hogy Úristen Till Lindemann, hanem az a minőség, az a hozzáállás, vagy az a nem is tudom, fogalmazhatók úgy van, és speciális bármi, amit ő letesz az asztalra. Ezen nem sokat segített, amikor őt élőben látta, mert akkor még inkább csak arra jöttem rá, hogy én valóban hatalmas rajongója vagyok.